Második alkalommal csatlakozott Magyarország a műanyagmentes július elnevezésük kezdeményezéshez. Az akció célja, hogy felhívja a figyelmet a mértéktelen műanyag felhasználás környezetkárosító hatásaira, valamint irányt mutasson azok elhagyására a hétköznapokból. A világon mindenhol, mindenhol küszködnek ezért, az, küzdenek -e a környezetvédők is, meg minden józan gondolkodás ember. Ha olvastam egy ENSZ statisztikát, és azt mondja ez az ENSZ statisztika, hogy 2050-ben több lesz az óceánokba, tengerekbe a műanyag szemét, mint a hal. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezért az utolsó pillanatban vagyunk most a klímavédelem szempontjából is és minden más szempontjából is, de az emberek öntudatosan kell menni vásárolni, öntudatosan kell használni a műanyagokat. Az évente keletkező hulladékmennyiség fele egyszer használatos műanyag, amit az átlagember az esetek többségében napokig, órákig vagy éppen csak percekig használ. Mindezek ellenére a műanyagok lebomlása több száz évbe telik, súlyosan szennyezve ezzel a környezetet. A jelenség pedig globális méretű, ahogy ezt musics Robert is megerősítette híradónknak. Az Imro DDKK Nonprofit Kft. ügyvezetője egy együttműködési megállapodásnak köszönhetően nemrég a nyugat-afrikai Bohikon városában járt, hogy a cég által létrehozott alapítványjal a jövőben három fő területen, a vízellátásban, a hulladékkezelésben és az oktatásban nyújtsanak segítséget. Abszolút nincsen bent az emberek kultúrájában az, hogy, az, hogy valamilyen módon megelőzzék a, a hulladéknak a kép, képződését, és sajnos nincs meg az az infrastruktúra sem, ami alapján mondjuk ők ezt külön válogathatnák, vagy éppen utána ezt, ezt kezelnék. Tehát gyakorlatilag. Ahogy, ahogy említettem, olyan érzés van az európai embernek, mint egy szemétdombon, dombon mászkálna. Az akció szervezői többféle alternatívát kínálnak arra, hogy hogyan lehet kiiktatni a hétköznapokból a felesleges műanyag termékeket. A mozgalomban résztvevőknek azt javasolják, hogy a vásárlások során vigyenek saját zacskót, ha nem szükséges, ne használjanak szívószállat, mellőzzék az agyoncsomagolt termékeket, illetve válasszák inkább az üveges vagy papírcsomagolást. A a kezdeményezésnek Nagykanizsán és környékén is akadnak követői. Próbálom a lehető legkevesebbre csökkenteni a műanyag használatot, boltba viszem magammal a kis textításkámat, a kenyeret, zsemlét, mindent ilyen kis papírzacskóba pakolok, mert lehet kapni a boltban ilyen kis papírzacskókat, és inkább abba rakok mindent. Hogy kislánynak is inkább csapvizet adok, nem, nem üdítőzünk. A műanyagmentes július 2011-ben indult Ausztráliából, azóta pedig az egész világon elterjedt. Tavaly 170 országból 120 millióan csatlakoztak a programhoz, bizonyítva, hogy egy kis odafigyeléssel jelentősen csökkenthető ökológiai lábnyomunk.